Sziasztok! Köszöntelek benneteket, az M3 Autóparkban vagyunk, legalábbis én és Concerto, ti pedig a monitor előtt. Itt vagytok az M3 Autóparkban, nézzetek meg ezt a rövid kisfilmet a Peugeot T-Pinkről, ami 2010-es gyártású 1.6-os HDI motoros, 47-es 1000 km futású autó. Megvan a szervizkönyve, itt Feri és Peti kollégámmal, szevasztok! Ki vagyunk teregetve, itt van a gépkönyv leírás, és láthatólag 38 000 km volt az autóban 2016 8. hóban. Nagyon jó felszereltségű, rögtön meg is nézzük, hogy mi ez a nagyon jó felszereltség. Megnézzük, hogy hogy indul elsősorban, tehát már is jár a motorunk, és 47-es 1000 km van benne, ami nagyon kevés, ugye? És a menet stabilizátorunk is elaludt, ott volt az ABS mellett, a légzsák mellett, úgyhogy van benne menet stabilizátor is, amit ugye ki be lehet kapcsolgatni. Ezen kívül az autónkban van légzsák, elől oldal légzsák, ötös váltót találtok benne, centrálzárat belülről, elektromos ablakokat jobbra-balra, ezek működnek, és a klíma is hibátlanul dolgozik benne, a gyári zenét pedig innen tudjátok vezérelni. Van ugye a komputer, itt fönt látható a komputernek a kijelzője, és én úgy láttam, hogy 6,4-et mutat a kijelzője. AUX csatlakozós és USB csatlakozós a zenénk, legalábbis itt ugye be lehet dugdosni még dolgokat. Ez működik is benne, és szépen szól. Amúgy különben minden működik benne, mindent letekergettünk, megnézegettünk, tolatóradaros, ugye itt van a visszajelzője, ki be lehet kapcsolni, hogy ne pittyegjen feleslegesen, gyönyörű az ülése, könyöktámaszos, és egy jó kis ilyen csípőderéktámaszos az ritkaság szerintem ebbe a modellbe. A hátsó ülések azok nagyon jók, gondolom ilyen családos autónak találták ki, hiszen elve egy nagy terjedelmi kocsi, és nagyon jó variálható, összecsukható, és kivehetők az ülések belőle egyesével ezt a hármat. Hátsó utasoknak van tálcája, bele van integrálva ez ugye a két első ülés hátlapba. Az üléseket így megmutatom nektek, hogy hogy működik. Így né, és mert is föl van borítva, és egy mozdulattal ezt elnyomjuk, ezt a kis pirosat, így, akkor már is ki lehet emelni az egészet. Nem nehéz, nincs 10 kiló az egész ülés, úgyhogy nagyon könnyen kirakható a garázsunkba, és akkor bele tudtátok tolni a nagy kombi hűtőtöket a járműbe, és akkor el lehet szállítani valami másik célállomásra. Kinyitom a hátulját, gázugolja, letöri az állkapcsomat, ugye olyan szépen föl is tolta azonnal a hátsó ajtót. Itt van hozzá egy nagyon jó állapotú, komoly nyári szett, és nem tudom, a téli gumi van rajta. Nem cserélték le most már, ugye gondolom, eladáskor már a télit nyárira. Ezek is különben nagyon jó állapotúak, nyugodtan mondhatom, hogy újszerűek, mind a kettő tényleg rendben van. Benne a kötelező tartozék, és itt van az autónknak a hátsó rolója, vagyis ilyen lapozgatós kalaptartója, amit majd vissza lehet tenni, de most a gumik miatt én kivettem belőle. Látjátok, teljesen kultúrált, nagyon szép a kasznia kocsinak, az üvegezése tökéletes, a lámpatestek hibátlanok, nem sárgák, nincsenek megfakulva, megmattulva. És a mociát is megmutatom nektek. Persze, ha sikerül kinyitnom, mindig ez a móka, hogy keresem a billentyűt, de meg fogom ám találni, mert egyszer már megtaláltam. Most is sikerült, ezt a kis sárgát kell elhúzni, akkor a HDI motorunk itt ketyerészik szépen csendesen. Aksi jó volt, láthatok, könnyen indult az autó, és ki is fogjuk próbálni, egy rövid próbautat fogunk vele megtenni, nem sokára egy pár perc múlva elindulunk, és akkor teszünk vele egy kis próbautat, remélem tetszeni fog nektek az is, ugye, mivel eljöttök velünk, amit nagyon remélek, ugye, és meg tudjátok nézni, hogy érdemes eljönni hozzánk. Szerintem igen, ennek ellenére azért tartsatok velünk. Köszönöm, hogy itt voltatok, a viszontlátásra!